Idén augusztusban döntöttem úgy, hogy az akkori munkahelyemmel elválnak az útjaink. Akkor elkezdtem nézelődni kicsit a piacon, hogy mi lenne a következő lépés, hol szeretnék elhelyezkedni. És gyorsan az ember rádöbben arra, hogy viszonylag kevés olyan cég van, mondjuk egy olyan 100 km-es körzetben, amelyik profiljában, színvonalában, iparágban, hírnevében passzol az emberhez. És hát ilyen szempontból nagyon fontossá válik az, hogy az ember már az elején, amikor elkezdik keresni, jól bemutatkozzon az adott céghez, hogy bejusson eleve az állásinterjúra, hogy legyen lehetőséget tényleg bemutatkoznia. Ilyen szempontból az ember megnézi az önéletrajzát, és hallja közben a fejvadászoktól, hallja a HR-es kollégáitól, hogy már nagyon sok minden megváltozott azóta ezen a téren, és mondjuk egy Európa szőnéletrajz az már rég nem megfelelő, és ezeknek a nagy részét már ki is dobják egyből a fejvadászok, már nem ez, amit keresnek, nem kelti fel az érdeklődésüket. Az első, hogy átnéztük az önéletrajzomat, átocettik, nagyon sok minden volt, amit változtatni kellett rajta, ilyen apróságok, fénykép, címek ne kerüljenek benne, más struktúrában, és az egésznek az egész megközelítése. Szóval már nem arról van szó, hogy tényszerű felsorolásokat kell egy önéletrajzba betenni, hanem egy üzenetet kell átadni. És igazából ez a filozófiai változás, ez még nekem kicsit újdonság volt, hogy ezt tényleg ilyen szempontból kell megközelíteni egy egyszerű önéletrajzírást, és már nem lehet a polcról levenni és mindenhová beküldeni. Viszonylag kevés helyet pályáztam meg, talán összesen 8-at vagy 9-et, ebből 4 helyre hívtak be interjúra, és 4 helyből 2-re kaptam állásajánlatot is. És ezt viszonylag rövid időn belül, másfél hónapos időszakon belül. Mindenképp azért ajánlanám konkrétan őt, Marjant, mert nagyon nyitott személyiség, nagyon éreztem azt, hogy emberként fókuszál az egyedi problémámra, az egyedi adottságaimat figyelembe véve alakítjuk közösen magát az önéletrajzot, illetve a motivációs levelet. Egy konkrét álláshirdetésre dolgozzuk végül is ki, hogy akkor hogyan is kell ennek kinéznie. És hát maga a beszélgetés is körülbelül az első egy óra, az majdnem, hogy egy állásinterjú volt, ahol gyakorlatilag mindent megpróbált megtudni rólam, hogy a pozitív elemeket jobban kihangsúlyozzuk.